Tarolt a Bagosi Brothers Company a Petőfi zenei díjak átadásán, amelyen 9 kategóriában hirdették ki a 2020-as év legjobbjait. A Gyergyószentmiklósi zenekart 3 kategóriában jelölték, mind 3-ban elnyerte az elismerést. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Sokunknak ismerősen csenghet ez a dalszöveg, és a gyönyörű képkockák láttán egyből felismerjük, melyik zenekarhoz tartoznak. A hétvégi budapesti Petőfi zenei díjátadó után ennek most még nagyobb jelentősége van. A Visszajövök című dal videoklipje ugyanis 2020 legjobbja lett. A Gyergyószentmiklósi együttes azonban nem csak ezzel büszkélkedhet, hiszen további 2 jelölést is díjra váltottak. A Bagosi Brothers Company elnyerte az év zenekara díjat is, Bagosi Norbert pedig az év férfi előadója lett. Az együttes basszusgitárosa elmondta, fontos számukra, hogy a szakma figyel rájuk, de nem számítottak arra, hogy mindhárom díj az övék lesz. Egyáltalán a jelölésnek is nagyon-nagyon örülünk, mert hogy ugye a szakma az azt jelenti, hogy figyel ránk. Nyilván, amikor először kerültünk be egyáltalán a nomináltak közé, már egy hatalmas dolog volt. Tavaly volt az első, hogy díjat vittünk, most meg ebbe az évben egyenesen 3-at, úgyhogy mindenképp egy hatalmas nagy meglepetés volt. Nem éreztük annyira a levegőbe, hogy mit tartogat nekünk ez így a 2021-es kezdés, de úgy gondoljuk, hogy egy erős kezdés lett, reméljük majd így folytatódik is ez az év. A sikert sikerre halmozó zenekar ugyanakkor nagyon hálás közönségének és rajongótáborának, hisz jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy mindhárom díjat átvehették. Ezek önbizalmat és hitet adnak a folytatáshoz, mert az idei évre is terveik vannak. Bagosi László hozzátette, jelenleg 5. lemezük felvétele zajlik, de újabb klipek forgatása is tervben van. Reményeik szerint pedig nyáron már lehetőségük lesz visszatérni a színpadra és találkozni a közönséggel.